Hello, sziasztok! Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen, ugyanis nálunk reggel van, nemrég szálltam ki az ágyba, épp, hogy csak lezvanyoztam, meg megregeliztem. Megmutatom neked az időt, ugye tegnap mondtam nektek, hogy látod, kezd felősödni, elmegy ez a nagy meleg, az éjszaka már nem volt az a nagy izzasztó idő, amúgy nézd, letakarta a kerekeket, ugye a Mazda kerekek itt vannak fönt, ugye tegnap este felhoztuk őket, letakartam őket, majd hozok egy ilyen nagyobb takarót, aztán az egészet ugye lecsolom majd takarni, meg ha elköltözünk be, rakom a garázsba, és rossz, hogy egyenként letakargatom. Aztán, amit akartam mondani, képzeld el az öcsém, itt van, azt mondta, két perc itt van, ugye meg fogom tudni nektek mutatni az új kerekeket a Mazdán, és én ugye már láttam őket, hogy hogy néz ki az autón, de ha gondoljátok, majd írjátok meg ide a videó alá, hogy mit gondoltok róla. Én mondtam, hogy én szeretem ugye a fekete kerekeket, ugye főleg a pirossal, nekem a Mazda annak idején nagyon tetszett, de ezzel a fajta kerékkel, ezzel is tetszik nekem, inkább ez olyan sportosabb, de húzom a cipőmet, gyorsan lemegyek, és megmutatom nektek is, hogy hogy néz ki, aztán kíváncsi leszek, hogy mit szóltok hozzá. Na már kell a kulcsom is. Itt van a Mazda, oda nézzél, milyen szép kerekek vannak rajta. Egy kicsit másképp néz ki, mint előtte, amikor ugye az enyém volt azokkal a fekete kerekekkel, de ilyen sportosabb lett szerintem, legalábbis én úgy gondolom, már közelebb jövök egy picit. A belseje az ilyen, látod, ilyen másabb színű, mint a külseje, ami ez 17-es kerék, előtte 16-os volt rajta, ugye, ami azt jelenti, hogy egy kicsit nagyobb, és szerintem sportosabb lett, és teljesen másképp néz ki. Ilyen, nem tudom, nekem tetszik. Amúgy még szép tiszta, ugyanis tegnap tette rá ugye délután. Várjál! Most jobban lehet látni, nincsenek azok a nagy küllők rajta, ugye. A feketén azon ilyen több küllő volt, és nem lehetett annyira látni ugye a fékeket. Ez egy kicsit másképp néz ki, de ahogy mondtam, tetszik, a feketével is tetszett, de ezzel is tetszik nekem. Egy kicsit olyan más lett az autó, ahogy mondtam, inkább olyan sportosabb lett, legalábbis én úgy gondolom. Hogyha ha gondoljátok, írjátok majd a videó alá, hogy ti mit szóltok hozzá. Feljöttem! Itt a Davis is, ahogy látjátok, húzom a cipőmet, és nem máshol megyünk, mint elmegyünk a boltba, veszünk egy labdát, és elmegyünk a parkba labdázni. Ugyanis van itt hol labdánk, de ilyen, van egy ilyen, mutatom, ott az a foci labda a szék alatt, látod? Az nagyon nem lehet rúgni, mert ugyanis túl kemény ugye a Davisnek. Aztán van ez a felfújatos labdánk, ami itt van, ez a földgömbös labda, ugye láttátok már, azt nem lehet vinni a parkba, és ilyen rendes labdánk nincsen, legalábbis van, csak nem találom, hogy hol van. Ugyanis mikor költöztünk, nagyon elpakoltam, és azóta nem találom sehol se, hogy melyik dobozba vagyunk, nem tudom hol lehet. Úgyhogy elmegyünk, veszünk egy labdát, ja, és elmegyünk focizni a parkba. Mit szólsz hozzá? Úgyhogy induljunk! Hol az a labda? Hol az a labda? Ott lesz a játék részem valószínűleg. Ott hátul. Megtaláltuk. Ott a labda. Na menjél, melyik kell? Hova? Na oda nézd. Mi ezt a labdát? Hát ott volt az orrod előtt. Nem ezt, a másikat. Ezt, látod? Ez jobb. Meg lehet fogni. A kéket. Only one. Which one? The blue or yellow? Sárgát. Oda. Rendben. Akkor visszük a sárgát. Oda. Nem, a hula-hoop karikát visszük. Vagy nem viszünk semmit. Gyere ide, te! Megjöttünk! Itt vagyunk ennél a parkban, ami itt vettünk fel, valami jöttek az egyik részét, azt a lassított felvételt, látjátok? Ez egy ilyen rettentő nagy park, itt annyit lehet rohangálni, van itt egy jó pár foci pálya. Amúgy ide fogunk visszajönni valószínűleg a héten, valamikor a Lucas, ugyanis egy valami új ötöt fogunk filmezni, majd meglátjátok, az is egy ilyen lassított felvétel lesz, amúgy lassított felvételeket nem tudom, hogy miért. Gondoltam, hogy itt fogjuk filmezni, ugyanis itt általában nincsen senki, most van egy pár ember, látod? És ide ki lehet jönni, lehet itt rohangálni, meg különböző dolgokat csinálni, na mindjárt. Úgyhogy nyitom az ajtót, és hozzuk a labdát. Köszönöm!
vagyunk reggel, ugye mondtam nektek, hogy megint ez a hűvösebb idő, de jelenleg még olyan hűvös nincsen, amúgy 29 fok van, de itt kint a palba izzadós idő volt, már lehet, hogy azért, mert sokat futkoráztunk. Úgyhogy mi most nem más csinálunk, mint azt mondja, hogy iszok egyet, megebédelünk, aztán a Davis elmegy aludni, vagy lehet, hogy előbb elmegy aludni, és utána ebédelünk, de én valószínűleg megebédelek még mielőtt elmegy aludni, vagy közben elmegy aludni, és én ilyesmi. Na mire? Úgyhogy, mi csinálsz? Mi van a lábadon? Mi? Ez fű, látod? Hova tetted a labdádat? Köszönöm. Hol a labdád? Hol az új labdád? Hm? Látod, ez az a felfújatos földgamb labda. Oda be! Davis, olvas, nem más, mint ezt a gókosztos, látod? Könyvet, ezt a karácsonyit. Na várjál, próbálom mutatni. Amúgy nemrég ébredt felép, hogy csak megebédelt. Én is megebédeltem már korábban. Most lassan el fogunk készülődni, aztán elmegyünk itt holra. Csak nézem azt az időt, mutatom nekem. Ott egy kis autó, látod? Ott. A Davisnek jó lenne egy olyan. Lehet, hogy a karácsonyra kap egyet. Úgyhogy aztán beültünk, napszerűen még nem kell, nem süt a nap. Amúgy képzeld el, elég sokan kiköltöznek most már ezekből a lakásokból. Itt tegnap este is költözött valaki kifele. Eddig ugye mindenki befele költözött, mostanában elég sokan költöznek ki is. Bár még befele is költöznek ugye itt az új részen, ebben az új másik lakásokba. De várjál, megmutatom neked ezt a Mercedes-t, oda néz, nekem ez tetszik. Látod, milyen az eleje? Olyan pirosos, lehet, hogy a kamerán annyira nem látni, de pirossal ki van húzva az eleje. Várjál, kifordulunk. Bevásároltunk, úgyhogy most mielőtt elmegyünk még a szüleimhez, megnézzünk egy házat kívülről. Még egy picit túl korai ez a háznézés szerintem, de találtunk egy házat. Az a baj ezzel a házzal, hogy egy kicsit távolabb, nem is kicsikét távolabb van az iskolától. Legalábbis körülbelül olyan messze van, talán egy picit messze, mint ahol most lakunk, de ugye közelebb akarunk költözni az iskolához, azért elmegyünk megnézni, és kívülről meg tudom nektek is mutatni a fényképeket, majd lehet, hogy majd megmutatom otthon ugye az interneten keresztül, hogy hogy néz ki belülről. Nézd, itt egy Mazda, látod egy régebbi MX-5-ös, nem tudom, láttátok-e vagy nem. És ami tetszik ebben a házba, több minden tetszik, mert néz ki. Ja, nem néz ki olyan rosszul, de képzeld el, a ház mögött van egy kisebb ház, van benne egy merence is mondjuk, ami annyira nem tetszik, ugye jó a medence, de a karbantartás meg mindannyian, erről beszéltünk körülbelül egy évvel ezelőtt, hogy mondtam nektek, hogy mennyibe kerül körülbelül. De van a medence mellett egy ház, egy ilyen kisebb ház, egy ilyen egyszobás, nem is ház, minek hívják, egy ilyen egyszoba valami. És azért tetszik, mert ott tudnák videókat készíteni. Tehát most azért nincs ugye élő videó, mert a Davis ugye el kell menni aludnia, nem lehet hangoskodni, sokszor nem tudok filmezni, mert a Davis alszik, vagy ugye ott van velem, ugye nem tudom felállítani a lámpákat, hogyha olyan dolgot szeretnék filmezni, és ez a ház, ez tökéletes lenne rá. Ami érdekes, hogy az ára még olcsóbb is, mint ahol most lakunk. Tehát nem rossz. Az a baj, hogy egy kicsit messze van mindentől. Meg hogy most kiadó is lehet, hogy kiadják addigra, mire ugye nekünk kell. Mutatom neked a helyet. Legalábbis ez még nem a hely, de itt megyünk a vízpart mellett. Itt végezzen az utom. És végülis a vízparttól egy ilyen 2 perc, 5 perc gyaloglás. Attól függ, hogy milyen gyorsan tudsz gyalogolni. De még arrébb lesz egy kicsit, ami ott van szembe Surface Paradise, nem tudom, hogy látni-e vagy nem. Ami eléggé fúj a szél. Látod, valaki még ilyen kabát is van. Mindjárt megérkezünk, legalábbis azt mondja a GPS, hogy itt el kell mennünk balra mindjárt, várjál. Valahol itt ezen az utcán. Na várjál, fordulunk, és itt van valahol. Itt van, ez az. Itt áll kint ez az autó, látod? Ajajaj, az baj, hogy sok autó állt ott, de talán elmennek, hogy itt meg tudom mutatni, meg tudok ott hol állni. Túl sok autó volt ott előtte. Meg kell fordulni. Mi az utca így néz ki. Mindegy, normális utca. De most itt megfordulunk, aztán visszamegyek. Azt hiszem, hogy kiadták, ugyanis néztük az autókat, és ott van egy pár autó, költöznek befelé. Én úgy néztem, hogy költöznek befelé. Ugyanis sok cucc volt mindenhol az udvarban. Az volt odaírva végül is, hogy bármikor ugye be lehet költözni, mert üres a ház, és nem volt üres, és rettent is sok autót állt. Ugye erről lemaradtunk. Na ugye, azért lehet, hogy megmutatom nektek, hogy hogy nézett ki, bár sok értelme nincsen neki. Na, elmegy az autó.
De még ahogy mondtam, még mindig van minimum egy hónapunk körülbelül, még mielőtt elkezdünk kezdeni nézegetni, ugye még kora van. Úgyhogy most nem máshol megyünk, mint a szüleimhez, felveszkoljuk össze, aztán megyünk hazafele. Hozzáérkeztünk, ahogy látjátok, úgyhogy most nem más csinálok, mint válaszolni egy pár kommentre, ugyanis mikor megosztom a videót, ugye átlában nincs sok időm válaszolni, és ilyenkor, amikor hazajövünk délután, vagy ugye hétköznap, és van időm, főleg inkább esténként, akkor próbálok visszaírni ugye mindenkinek, akinek ugye tudok. Aztán ugye mondtátok, hogy kellemes boldog születésnapot kívántatok előre is a Lukasznek egy pár ember, és kérdeztétek, hogy pontosan mikor lesz a Lukasz születésnapja. Mindjárt megkérdezzük le, ugye itt van ő is. Szervusz, na mi a helyzet? Kérdezték, hogy mikor lesz a születésnapot. Egy héppel, március 5-én. Március 5-én, ami ugye vasárnap lesz, és nem más fogjuk tartani, mint itthon. Csak a család jön át, ugye Lukasz? Mit csináltál? Szembe ütötted? Nagyon ügyes voltál. És nem más fogja csinálni a tortát, mint kicsoda? A mama. Mit csinálsz? Bóckodsz megint. Jaj, nagyon jó. Fejbe verte magát, hogy szembe ezzel a... Ez tudod, micsoda? Ez ilyen... A rendőröknek van ilyen... Elfelejtette a nevét. Mi az, ami a rendőröknek van? Ez a botjuk, rendőrbotjuk. Szembe verte magát. Bementek a szobába játszani. Jövő vasárnap lesz Lukasz születésnapja, akkor fogjuk tartani. Anyukám fogja csinálni a tortát, ilyen epres gyümölcs tortát fog csinálni. És szeretik, ugye Lukasz szeretetben szereti. Én is szeretem a tortát, annyira nem szoktam ugye megenni, meg az édességet, hogy szoktam mondani, de azt egy szeletet ugye megeszek belőle. Jaj, te mit találtam? Egy kanalat a Davisnek, ilyen nem rendes kanál, vagyis rendes kanál, de játék kanál. Ugye hát most leteszem, és megnézem a kommenteket, aztán válaszolok egy pár embernek, nem egy pár, akinek ugye tudok, hogy is van kérdése. Minél komment nem válaszolok, csak arra, amire van kérdés. Válaszoltam egy pár kommentre, amire ugye tudtam, jelenleg itt a szobába. Mi a helyzet? Hello! Szervusz. Tudod, mit kapsz születésnapodra? Mi? Nem tudod? Tőlünk. Ja. Mi? Tudod? Nem. Tehát nem mondtam a videóba, tehát mondtam, hogy kap, nem mondtam, hogy mit kap, és... Kíváncsi leszek rá, hogy... Bár szerintem lehet, nem, na minden. Nem tudom, hogy tudja vagy nem tudja, de lehet, hogy nem tudja. Majd meglátjuk, hogy tudja. De jelenleg nem tudod, ugye? Hova mész? Hát most tudom. Most elkezdesz kutatni, meg mondod, hogy ide dugtam a születésnapi ajándékodat? Hát csak te azt lasz, fiam! Jaj, te hoppá, mire léptem rá? A Davisre? Mármint nem rá léptem, hanem majdnem a lábára. Ja, és itt labdázik. Mit csinálsz? Ott ez a szép új labda. De ez tudod, hogy nem ide való, hanem a parkba. Ja. Mit keresel? Annyit el tudok árulni, hogy nem ide dugtam, de most ha megtalálod, akkor abban mi a meglepetés? Bőröndöm! Ja, itt a bőrönd, ez a Lukasznak a régi bőröndje. De mi ezzel... is én bőröndöm? Nem régies. Nem régies. Mit keresel, de most miért keresed? Úgy se ide dugtam el, de hogyha meg is találnál, akkor az miért jó? Mert nem lesz meglepetés. Ez milyen születésnapra ajándék? Ugye ne is keresed, nem? Az milyen születésnapja járnék, hogyha megtalálod az ajándékodat, és nem lesz meglepetés. Bár lehet, hogy ám tudja, én szerintem lehet, úgyis mondta, hogy mit akart nagyjából, és amit kap egy... nem tudom, eláruljam nektek, lehet, hogy nem nézi aztán, na minden, valamilyen játékot kap, de nem rendes játékot, hanem... Na, nézd ki, van itt. Játékot! Mit? Nem rendes játékot. Most majdnem elmondtam. Mit mondasz? Mivel indul? Mivel kezdődik? Milyen betűvel kezdődik? Ja. J betűvel. Ja. Juhu, játék. Azt mondta Lukasz, hogy ő kimegy, addig nyugodtan áruljam el nektek. El is árulhatnám, de hogyha visszanézi a videót, akkor meg tudja. Mire várunk? Én nem mondtam, én azt mondtam, hogy azért nem mondtam, mert ha ugye véletlenül megmondanám, és te visszanézed, akkor ugye megtudod. Vagy megtudod egy hét múlva. Mit csinálsz? Mit? Nem? Nem. Úgyhogy azt mondom, hogy most játszunk egyet. Már nem labdázunk. Aztán mutatom az időt. Én nem tudom, hogy mi történt, de ezek a felnők kezdenek elmenni. Aminek végül is örülök, remélem, hogy nem lesz eső, ugyanis esőzés nagyon. Ugye nem szeretünk, bár bent fogunk dolgozni jövő héten, az a jó, nem kint. Na mindegy, nincs most egyet, játszunk. Játszottunk! Leülök egyet, aztán nem tudom, mit csinálunk. Képzeld el, vacsorát fogok csinálni, legalábbis azt hiszem, és megpróbálkozok vele. Ugye én nem tudok nagyon főzni, nem nagyon, egyáltalán nem tudok főzni, de láttam egy ilyen videószerű, egy ilyen videót végül is a YouTube-on, és
Ez ilyen reggeli. De én vacsorára szeretném elkészíteni, van hozzá tojás, sonka, meg mindenféle fajta dolog. De, na minden, lehet, hogy lefilmezem, lehet, hogy nem filmezem le, attól függ, hogy hogy sikerül. Lehet, hogy egy ilyen külön videót kellene róla csinálnom. Ugye ez nem ilyen valami öt lesz, tehát a valami öt ugye arról szól, hogy minél nagyobb maszhatot tudunk csinálni, szerintem annál érdekesebb a videó. Nem azért, mert akarunk maszhatot csinálni, de szerintem érdekesebb, meg ugye viccesebb is. Ez a videó ugye nem arról szól, hogy milyen nagy maszhatot szeretnénk csinálni, mert nem szeretnék maszhatozni meg. Nem csak rendes vacsorát készíteni, bár lehet, hogy a feleségemnek kell segíteni, majd meglátjuk. Na minden, nem tudom, lehet, hogy le kéne filmezni, de mire megírnátok, hogy le kéne filmezni, vagy nem, addigra úgyis elkészülne, de biztos, hogy azt írnátok, hogy filmezzem le. Max lefilmezem, és hogyha nem akarjátok látni, akkor nem osztom meg. Vagy megosztom, aztán, na minden, majd kiderül, megint beszélek hülyeségeket. Mit csinálsz? Olvasol. Mit olvasol? Ez melyik könyv? Kicsi könyv, én nem tudom. Ez milyen? Ez az iskolából van könyvtárban? Nem, ezt nem kaptam a könyvtárba. Ezt honnét kaptad? Mama és papától. A mamától meg a papától. Hát rendben. A Pál utcai fiúkkal mi van? Hol tartasz? Mindig van. Még mindig olvasod. Még mindig olvasod a Pál utcai fiúkat. Úgyhogy én azt mondom, hogy ezt a mai videót én itt most lassan befejezem, aztán kezd veszélyesedni? Nem hiszem, nem? Úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép napot, hogyha napot, hogyha reggelt. Jó estét szeretnénk kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!